Nagyon sok barátom akkor a börtönbe is kerültek. Addig csavarogtak. el ah, meg ugye igen, csináltak a dolgokat, ugye cigiztek, meg minden. Én meg kikerültem ezt a társaságot, inkább elmentem a szemételepre, és akkor a nyomtam ott a foci. Az a baj, hogy a, az a legnagyobb baj, hogy a cigányok nem fogadnak el, mert én nem vagyok olyan, amilyenek ők a magyarok meg azért nem fogadnak el nagyon sokkal, mert cigány vagyok. És én így a kettő között lebegek, valahol a kettő között vagyok. Mindig igazságtalan az élet, mindenkivel. De az, hogy te, hogy az életed milyen, azon a saját ember tud változtatni minden ember a saját életén. Hogy ez az élet jó, ez az, az életforma, amiben vagyok, vagy változtatok. Az ilyen ember, aki sír, panaszkodik, az ilyen emberek Eladják. Nem sírni kell, panaszkodni, hanem cselekedni kell mindig. De már ha egy gyereknek megváltoztatom az életét, akkor már az egész megéri. Én úgy gondolom. Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Talpra Állunk. Ez egy olyan rendhagyó podcast sorozat, melyben olyan embereket mutatunk be, akiknek személyes példáján keresztül látható, hogyan lehet egy látszólag vert helyzetből újra talpra állni. Olyan emberek ők, akikkel keményen elbánt a sors, de valahogy csak ők tudják hogyan, mégis sikerült újra kezdeniük az életüket és elérniük mindazt, amire vágytak, vagy talán még annál is többet. Minden történet egy sikersztori, és mindenki személyesen mondja el, hogy mit kellett tennie azért, hogy bebizonyítsa a világnak és saját magának. Nincs az a sérülés, amiből ne lehetne felállni, és nincs az a betegség, amire ne lenne gyógyír, ha valaki igazán bizonyítani akar. Én Susánszki Bence vagyok, és engem érte megtiszteltetés, hogy a következő interjú sorozatban a vendégeinknek egy olyan arcát mutassam meg, amit talán még kevesen ismernek. Ha szeretnél a jövőben hasonló tartalmakat látni, akkor kérlek, iratkozz fel a YouTube csatornánkra a videó alatti feliratkozás gombbal, és a kis csengő ikonra kattintva ezzel is támogatva a további interjúkat. Köszönjük! A fiatal labdazsonglőr László Gyula remek példa, hogyan tud valaki kiemelkedni egy lehetetlen élethelyzetből. Háromszoros világrekorder, de olyan körülmények között érte el mindezt, ahol nagy volt az ellenszél. Kitartással lassan beírik, sokan ismerik, a teljesítményét és az optimizmusát látva pedig itt a helye a talpra állunkban. Üdvözöllek, László Gyula. Köszönöm szépen a meghívást. Mondd, pontosan milyen világrekordokat tartasz? Azt, szunni kell, ugye, hogy Magyarországról én az egyetlen, aki 24 és fél órát BMX-en mutatványozott. Ez az egyik, és BMX-en ők karikázva, és föl is levettem a pollót, az volt a második világrekordom. A harmadik meg azt, amikor Debrecenben egy 20 emetes toronyházba 40 fokos lázza, a 20 emeletig föl és le mentem úgy 363 emeletet, föl a 20 meg vissza a foszival a fejemben, és abba a Dubai Emirátus világcsúcson megdöntöttem. És abban új magyar rekordot is állítottam fel. Az egész 63 perc alatt sikerült. Hát ez még hallgatni sok. Kezdjük az elejéről. BMX. 24 órán keresztül, milyen, milyen 24 órán keresztül, hogy lehet egyáltalán bmx Ezt meg? úgy kell elképzelni, hogy ugye engemet az Isten megáldott nagyon nagy tehetsége, amire én hálás is vagyok az Istennek, és én minden nap imádkozok az Istenhez. Azt tudni kell, hogy én hiperaktív vagyok. Én egy ilyen százszázalékos hiperaktív vagyok. Azt tudni kell, hogy én járok ő, ő de én azért járok pszichológusnál, hogy nekem havonta gyógyszert írnak ki, lel, ő nyugtatót írnak ki. Mert én annyira pörögök, hogy nekem nem kell energiát tartani, hogy én felpörögjek, azért bírom ezeket a sportesítményeket. Azt ugye tudni kell, hogy ezek a rekordkísérletek, ezeket ugye szoktuk nézni az internetről, és akkor úgy szoktuk ezeket megdönteni, vagy felállítani újabb magyar rekordokat is. Tehát kinézel magadnak valakit, aki elért valamit, és akkor úgy látod, hogy benne több van, meg, meg tudod csinálni ennek a többszörösét, és akkor nekiállsz. Így van. Hát ugye vannak ugye, amiket én állítottam fel saját, ezek a magyar rekordokat, ezek én vagyok az egyetlen Magyarországon, és sőt, a világon az egyetlen cigán számozások, én a sport étel, és a semmiből. Gyakorlatilag. Igen, fogunk erről még beszélni, hogy, hogy nagy, nagy volt az ellenszél, de mégis milyen 24 óra? hogy lehet 24 órán keresztül biciklizni? Hát, Mit Az a... embernek ürítenie kell, az embernek ennie nem. kell. Ezt úgy kell elképzelni, hogy én 36 óráig nem ittam és nem ettem semmit. Hmm. Ugye úgy nyomtam le a sót, mert hogyha véletlen, ez, ez úgy, ha én most 24 óráig BMX-el folyamatosan mutatványos, és a véletlen én megáll, ugye? Ja, bocs mert nem kell pisíni, akkor vége van, és akkor újra el kell kezdeni. Na azért én 36 óráig nem ettem, és nem ittam, és akkor úgy lenyomtam. És az volt a poén, hogy még le se idzaltam, és még a horpontos se el. El se fáradtam, és úgy volt az egyik kedves biztonsági őr, és ő levet másnap a BMX-ről, mert mondja, kézilabda barnokság lesz. Ez lesz, mint be volt a sportcsarnokban. Tehát megnyomtad volna még tovább. Hogy nem már, meg se izzadtam. Semmi. El se fáradtam. És ez annak köszönhető, hogy te, te hiperaktív vagy? Igen. Annak tudod be, hogy, hogy van egy, egy, ez egy betegség, az vagy be? Igen, ez egy betegség, igen. De azt mondta, a pszichológusom azért jó, mert nekem nem kell energiatalokat, én pörögjek, és én ugye, én hát a sporttal vezettem le ezeket a feszültségeket. De ennek van hátránya is azt tudni kell, hogy ennek olyan hátrányai vannak, van, amikor éjszaka alszok, hételen az agyam kattan, remegek, és fel kell kelnem, és ott kell, vagy, vagy valami kell csinálnom, hogy lenyugtassam magamot. Na azért gyárok pszichológusnál ezeket a gyógyszereket kérném, amiket használok. Azért, hogy mindig nyugodt állapotban legyek. Térjünk vissza, amikor arra a rekordodra, amikor a fejeden, én láttam erről felvételeket, nagyon durván néz ki, ahogy, ahogy a fejeden egyes egy labdát, és mész föl emeleteken keresztül, majd jössz le emeleteken keresztül egy 20 emeletes házban. Ezt, ezt, erre hogyan lehet felkészülni? Hogy... Hát ezen hogy lehet? Hát, hogy bementük engedélyt és akkor mentem már rá gyakorolni. De annyira nem tudtam gyakorolni, mert egész héten akkor, amikor volt ez a kísérlet, nagyon beteg voltam. Akkor úgy, úgy csináltam, bementem a PC-be, imádkoztam az Istenhez, agyi került kicsaltás, és lenyomtam a sót egyszerre. És még el se fáradtam. Egy óra alatt végeztem, és vége volt. Mindezt 40 fokos lázzal. Így van, nagyon beteg voltam, nagyon beteg volt. És nem, nem lehetett volna halasztani, vagy mindenképpen, hogy a fejedbe veszed, Á, hogy akkor van, akkor... Nem akartam már elhalasztani, mert ugye megbeszéltük, ugye volt a, a, barátaim is eljöttek, időpontra dolgoztak, szabadságot vettek ki, meg úgy egyeztük a hévét is, és muszáj voltam. Á, csináltad? Cigány gyerek, egy nyomtas voltam. nem adtam mintet, oda mentem, és csehcsadt. Figyelj csak, hogy kezdődött ez nálad? Mikor vetted észre, hogy a, az átlagosnál nagyobb az akaraterőd? Én azt, na, ez egy nagyon jó poén, azt tudni kell, hogy nekem úgy a futball focihoz euh, nincs annyira közöm. De amatő szinten tudok focizni, de csapatban még nem néztem meg magamat, hogy hogy ilyen normális focisták, mit tudnák. Ez, ez nálam úgy jött, mert ugye én mivel és segítőbe jártam, speciális iskolába. Én ugye őt és én egyáltalán nem fociztam a többiekkel. Semmi kedvem van. Én inkább a, 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 pillangókra padáztam, sőt, meg is a pillangókat, a fogát is ettem, már nem is egyszer. És ugye volt egy hessi és akkor mondta nekünk a testnevelő tanár, hogy nem menjünk ki már az eső Eset nekünk az iskolában, még tornak sem volt. Ez egy nagyon szegény hátrányos iskola volt. És ugye a többi csoport nézték Hukumentum filmet. És ugye abban láttuk benne, ronaldinho láttam, ugye amikor ekázgatott, meg csinálta ezt a pilákölt, amit nem tudom, mit jelent, hogy így a lábon átforgassa, -e, meg ezt a razéköt, meg hogy így dobálják a hátukon. Én amikor ezt megláttam, én egyszerűen nem, nem tudom elmondani, mert hiába mondom el, az, az egyszerű emberek úgyse fogják fel, nem lehet felfogni. Ez egy ilyen se kép, se hang. Puff. Bekartad, egyszerűen egyszerűen egy új világ éreztem magam, mondom, uhúzis, azt, és ezt nekem kell. És egyszerűen én, sőt, azon a héten én elkértem a testnevelő tanától a foci labdát, egy ilyen pötyös labdát. Kimettem a szemételepre, a hatházra, na, és még egy eset tudtam dekászni, csak én elugtam ezt, tegyük hozzá. Megtanultam egy pár nap alatt dekászni, na, utána, de véletlenül, esküszök az életemre, véletlenül, át tudtam is pörgetni a labdát, na az akkor a sokkot, erőt adott motiváció. Jón érkezett, szépen kiálltam a, a szemételepre, és akkor szépen elkezdtem fejleszteni magamat. Egyedül kimentél egy labdával, és tudtad, hogy mit akarsz csinálni? Így és van. addig gyakoroltad, de még nem ment. Így van. Ne, nem a barátaimmal jártam, hogy csavarogni össze-vissza, hanem szépen iskola után elkétem a labdát, kimentem a szemételepre, és akkor elkezdtem gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni egész nap estig. Ronaldinho volt tehát az, aki akinél először láttál ilyen típusú labda vagy, vagy, ilyen csel, tudományt. Igen. Uh, onnantól kezdve teljesen rákadtad el erre? Teljesen. Begyűjtöttél minden infót, és megpróbáltam mindent leudanozni? Öh, Ez, ezért ezek nem, nem egyszerű teljesítmények? Tehát, hogy, hogy ezt nem lehet olyan egyszerűen megcsinálni? Hát, ezeket egyszerűen meg lehet. Ugye én, én azt mondom, hogy el csak a gyakorlat a gyakorlat. És akkor az emberben vagy benne, vagy van, is benne. Az ember saját maga fog rájönni, hogy van benne, illetve tehetség, vagy nincs benne. És én erre rájöttem hamar. Igen, azt mondják, hogy az egyensúlyérzék az nem is tanulható, hanem az vagy van, vagy nincs. Tehát, hogyha az ember 20 emeleten keresztül föl akar vinni egy labdát a fején, uh, akkor, az, akkor az, ugye vagy megy, vagy nem. Igen. Uh, honnan volt neked akaraterőd? Honnan, tehát ugye azt is értem persze, hogy, hogy valami, valamit a fejedbe vettél, meg akartad csinálni, de azért minden nap föl kell menni, minden nap ki kell menni, minden nap meg kell csinálni, ha esik a fúj. Hát ez, én úgy gondoltam, egyre fennem mondom, hogy többet érek, hogy kémek a szemételepre, mondtam magamban, már megtanultam dekászni, egyet, -egy kettőt, akkor tovább fejlesztem. A barátaim nagyon sokszor elhívtak engem, hogy menjek velük csavarogni ide oda de lekopogom, az a jó, hogy nem mentem, mert nagyon sok barátom akkor a börtönbe is kerültek. Addig csavarogtak. Hát, meg ugye, igen, csináltak a dolgokat, ugye, ezt cigiztek, meg minden, én meg kikerültem ezt a társaságot, inkább elmentem a szemételepre, és akkor nyomtam ott a focit. Beszéljünk egy picit a, a, körülményekről, ahonnan jössz. Mert ez eddig egy, egy sikertörténet, de azért hagyd tudják meg az emberek azt, hogy, hogy, milyen típusú ellenszélből jössz te. Mesélsz egy picit a szüleidről? ugye azt tudni kell, hogy az észüleim nem ének, meghaltak, ezt én 20-20 valahány éve se tudtam meg engem, mert hívott volt az intézet, de soha nem is találkoztam velük. Én ugye 18 évek ugye nevelkedtem. Ők is, Szigány számozásúak, de ők, akiknél voltam, azt tudni kell, hogy ezek, hogy mondjam, nagyon anapabéták voltak. Én olvasni se tudtak, semmit nem tudtak. Csak úgy, hiattak jó, egyik ott, mert akkor, akkor még nem olyan volt a gyámhivatal, meg minden, mint most. Hmm. Nem olyan szigorú szabályok vannak. Ezelőtt 30 éve nem ilyen szabályok voltak. Milyen volt ott fölnőni? Hát, hogy mondjam, nem volt egyszerű, nagyon sok barátom volt, akik ugye, hogy mondjam, én olyan társaságban voltam, olyan társaságban vétem, ahol a napi rendszer volt a rendőrség, a drog, az alkohol, meg a fű, minden. És ugye próbáltam kikerülni ezeket a barátaimat, ezeket a társaságot. Egy, aki Cigán telepeni, vagyis a gettóba, azt tudja, hogy honnit, ha honnit az ember el tud élni valamit, akkor azt már tényleg, az már nagyon nagy szó. Ezért is vagy itt. Az a helyzet, hogy neked ez úgy tűnik, hogy sikerült. És addig innen nem fogunk felállni, amíg ki hogy hogyan. De mikor vált biztosá -e számodra, hogy hogy többet bírsz, többet tudsz, mint a, mint a többiek. Izoláltad magad, külön váltál, magadban gyakoroltál, magad próbáltad. Mikor vált egészen biztosá az, hogy oké, okay, akkor ezekből csináljunk világrekordokat? Ez úgy kell, ugye, mert, ugye, amikor ezeket csináltam, én közben hallgattam már, már később időkben, már hallgattam én motivációt is és ugye... Elkezdtél elkezdté figyelni másokra? Igen, elkezdtem ilyen motivációkat, ugye, véle, de véletlenül az internet feldobta nekünk Szabó Pétert, és ugye egyszer meghallgattam, és ú, mondom, nagyon sok igazsága van ennek a csávónak. Hát mondom, benném is van ilyen dolog. Lehet, hogy én is, de én nagyon sokan magamban beszélek otthon, azt tudni kell. Magammal megbeszélem a dolgokat. És mondta, Gyula, megcsinálod? Mondom, figyelj, ha ez már megy, tanulj meg, hogy a lakonom van, és akkor csináljuk a sót. Ne is így vettem magam, ugye a bátorságot, és a lakonon a focilabdát rátettem, és úgy egyesúlyoztam, és akkor ez még világ rekordkísérlet volt, és akkor ez még akkor nagyot jelentett. És ezáltal, mivel felbozdítottak, nagyon motiváció számomra, itt kezdtem el még komolyabban foglalkozni ebből a dologgal. De én imádkozok a mai napig is az Istenhez. Mert én nem vagyok keresztény, de én úgy gondolom, hogy aki imádkozik az Istenhez, tiszta a szívőből, tiszta a lelkéből, annak segít az Isten. Mert már nekem sajnos hetőtök hozzá másfél éve, és ellopták a kutyámat, volt videófelvétel is, és ezzel forintot adták el ezeket a drogosok. Nekem nagyon sok ellenségem van, nagyon sok irigyem van. De ezek azért irigyek, mert ők nem csinálnak semmit. Ők füvesznek, lopnak, csalnak, bűnösnek, nekik nincsenek álmaik, nincsenek céljuk. De ez ne, nem igaz. Minden embernek vannak céljai, álmai. Csak az emberek könnyen feladják, ah, és no, sikerül vagyok, kapjuk a segédet, meg kapjuk az ingyek kajái, menjünk, és jó, el vagyunk. Nagyon sok barátom így ebben el van. Meg hogy a ének, meg a mi Így el vannak. Nem akarnak normálisan dolgozni, nem szeretnének jobb körülmények között. Én ők vannak, jó, így el vagyunk, és nekik jó. Az a baj, hogy a, az a legnagyobb baj, hogy a cigányok nem fogadnak el, mert én nem vagyok olyan, amilyenek ők. A magyarok meg azért nem fogadnak el nagyon sokkal, mert cigány vagyok és én így kettő között lebegek, a kettő között vagyok. Mindig is éreztem, és ezt tudom is mindig sajnos. Mindig megkapom ezeket a negatív, meg pozitív hatásokat is. Ez azért is fontos, mert ezekben a pillanatokban is nyitott vagy arra, hogy ha valaki menedzser szinten mögéd állna, vagy támogatna, akkor, akkor tudnátok együtt dolgozni. Itt üzenem azoknak, akik nézik, vagy hallgatják az adásunkat, hogy László Gyulát lehet támogatni, ha valaki Fantáziát lát benne, ami van, nem kevés, akkor föl lehet vele venni a, köz a kapcsolatot, de rajtunk keresztül is kapcsolatba tudnak velük lé vele lépni. Uh, beszéljünk egy picit a, a körülményekből való kiszakadásról. Elmondhat, mm -hmm. hogy milyen helyzetből jössz. Ha jól értem, akkor tulajdonképpen a, 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 a pszichéd, ami most az orvosok szerint sérült, de ettől függetlenül mégis, ha jól értem, egészséges gondolataid vannak a jövővel a kapcsolatban. Igen, ő visszatérve, a, amit mondta, hogy honnan jöttem. Én évekig, ugye, mivel én ugye nevelőszülőknél voltam, és a házat teremtési támogatásból kaptam pénzt, ugye, abból vásárolták a házon. Nekem volt benne minden, csak ugye nagyon sok barátom, ugye a gettóba, ugye eljöttek nálam, és ugye egyszer-kétszer betöltek hozzám, na utána meg elszőszették a házamat, sajnos meg hogy én nagyon sokat jártam, évekig jártam, hosszú évekig jártam loptalanítani, kukázgatni, sörösüveget, meg ezeket, hogy leadja, hogy tudjak egy kis pénzt csinálni belőle, meg jártam vissza visszadolgozgatni. De akkor sem voltam bűnöző, soha nem loptam meg egy rudi saborbú, mert mivel sportoló vagyok, én akkor is úgy éreztem, hogy a becsület az mindennél nagyobb szó. Azért lettél becsületes, mert sportoló vagy, vagy azért lettél sportoló, mert becsületes vagy? Há, mit mondjak? Én arra azt tudom mondani, hogy én akkor se loptam, amikor nem voltam sportoló, előtte se loptam, utána se loptam, soha semmit. É, é, é valamiért engem kirekeztettek az iskolába mindig. Sehova se voltál való, azt mondom. Nem, soha nem éreztem meg, meg nem úgy viselkedtek velem, mint a többiek. Hírekeztet a társadalom az iskolába is. Mert én nem fociztam, nem lógtam velük, úgy érte, ilyen vagy, akkor egyedül hagytak mindig a többiek. És nem érezted ettől rosszul magad egyébként? Nem, mert én tudtam, hogy ott van a focilabda, és egyszer be kattanva kattam mindig. Meg iskoromban is már annyira pörögtem mindig, és akkor így szépen így fejlesztettem magamat. Rossz gyerek volt -e egyébként? Eee... Vagy, szóf vagy, szófogadó most, a, most Nem tudom, erre már nem emlékszek. Mm. Nem tudom. De azt el tudom mondani, hogy a pillangókat tettem, höcskét, fogát is megettem, többször is ettem ilyen uh, rovarokat, nem mindig evel foglalkoztam, meg gyíkukra vadáztam, békákra, mm. a többiek meg pocisztak. Engem meg hidegen hagyót. Mondom, az a sok bolond ott volt, szaladgálnak a labda után, ilyen melegben. Jó meg voltál magadban. Igen. Mindig egyedül voltál? Ö, hát, né, igen, egyedül utána már, amikor elkezdtem a foci, hát ugye, a, ugye a szomszédokkal a voltam, de amikor elkezdtem ezt a foci labdát, amit egy kölcsön kaptam, ezt a pöcsös labdát, elkezdtem volna dekázni, onnél kezdve egyedül mert egyszerűen megfogott az a Ronaldinho. És azon is gondolkoztam, hogy mennyi pénzt dobhattak bele abba a sapkába, mennyi pénzi lehetett ebben, Egy, mondtam a többieknek, mennyi pénzi lehet benne, fiúk. Tudja, hát lehet, hogy sok pénz volt benne. Meg láttátok? Még azt sem tudtam, hogy mit jelent az a világ Nem tudtuk akkor. Meg hogy a brazik, hogy a láva a fej, a váll, oda-vissza. Nem tudtuk mit jelent. Csak mondtam, hogy hú, az az nagyon király volt az a figura, nem? Hú, de jó volt. A többiek meg azt mondják, szard már le. Amikor de mindent, mondtam, mindent amit láttál, azt lelemezted és megpróbáltad megcsinálni, majd aztán kisaját, vagy kifejlesztettél egy, egy, saját stílust. Ettől ilyen uh, fókuszált hát az agyam rá. Egy ilyen képkocka belekattan át az agyamba, és egyszerűen én így kezdtem magamat képezni. Az jó, én általában föl sem fogom, hogy mit csinálnak, amikor látok, látok. Ez ugyanígy van a tetrükjeid, is. azt is néztem, néztem, és, és nem mindig értettem pontosan, hogy, hogy, mikor mi történik. Amikor már egyértelmű volt mindenki számára, hogy főleg valaki te számodra, hogy, hogy ebben van, és ez neked megy, akkor, akkor elkezdtél keresgélni kiúrási lehetőségeket? Elkezdted, hogy, hogy, hogy tervezted meg, hogy hogyan fogod ezt megmutatni másoknak? Én úgy terveztem, ugye, hogy én úgy, hogy elsőben amikor motivált voltam, meg én magam, a saját magam éreztem, hogy képes vagyok már rá, igen, és akkor nyomjuk így a TV előtt. Én bemettem a... Mondhatom még tévét? Persze. Bemettem a Hebreceni tévéni, DTV, van ott egy nagyon kedves barátom, Erika nénivel, ő ott a marketingvezető, megismerkedtem vele, nagyon sokat jártam be hozzá, elmondtam neki, hogy jó, hogy élek, hogy milyen körülmények között vannak, hogy most bízok magamba, milyen rekordok vannak, és akkor ezt a rekordot szeretném megvalósítani, ezt felállítani Magyarországon. És akkor Erika néni is segített. Beszéltük a magyar regisztrátó bíróval is, és akkor Debrecenben az ifjúsági házba felállítottuk. És akkor a Debreceni tévé volt az első magyar téve, aki jött az első rekordommal. Levideóztak az elejét, a végig, és ezt Magyarország rekordot állítottam fel, és én voltam az első, és sőt, olyan világrekord, meg magyar csúcson van, ami még eddig se senki nem döntött meg. Mi az? Azt tudni kell, az 24 órás BMX-et, a poló fel és felvétel, és közben lakonol meg a foci Ez így könnyűnek tűnik, de nagyon nehéz. Le, Más így. emberek azt mondják, ah, én is meg tudom, Hát nem le meg lehet próbálni. Hát igen. Az ilyen emberek nagyon sokan vannak. Csak azt, hogy nem veszik észre az átlagos emberek, hogy ez milyen nehéz. Mennyi sok erő, kitartás, óra, gyakorlás, minden nap. Ha esik az eső, akkor is a szemételepre. Hogyha a 40 fog meleg volt, akkor is a büdös szemételepre edzeni. Ezt az emberek nem gondolok, hogy ez mi, ennyi erő kitartás, gyakorlás vesz az embert, ez nagyon sok igény elvesz az embert, nagyon sok erő kell hozzá, meg minden. Mi történt a, a debreceni bemutatkozásod után? jöttek el, akik fölfigyeltek rá, azért ez mégiscsak egy vilárekord volt. Ö amikor ezt megvalósítottuk, nem lesz semmi. Megint megcsináltam, meg Na, már utána már a 20 is bérházba kéttük engedélyben, mertem gyakorolni, és már lenyomtam ott elsőben 123 emelet. Na, ehhez már több tévé, erre már az Origo TV eljött. Heavy az elét, a végig, mert világrekordot döntöttem. Utána vártuk egy kis időt, ugye mondjuk hát a sponzor támogatás, ők is elmondtak a tévében, semmi támogatás, semmi ponzor. Csináltam a dolgokat, ami kellene, dolgoztam, meg minden fociztam. Utána meg 2017-ben, na, no, bocsánat, 2016-ban voltunk a Helpár gyermekkórházban Budapesten. És szivárvány szivárványnap volt, gyermeknap és van nekem egy nagyon kedves barátom, aki felajánlást tett, édességeket, meg ilyen hasonló dolgokat. Na, felvittük el pár kórházba, van nekem egy nagyon kedves barátom, felvittük együtt, és ugye ott tartottam egy bemutató, sőt, amikor én élőben, én egy kicsi sokos állapotban voltam a kórházban, hát én soha nem láttam ilyen beteg gyerekeket, személyesen is, hogy, hogy milyen betegek, meg mindenfajta betegségük van. Én megmondtam az ápolónőnek, hogy egy kicsit megijedtem, amikor felvittek engem, mert az egyik barátom, ő, ő pap, görög katolikus pap, és ő vitt fel. És amikor megkérdeztem az ápolónő, meg kicsit hétem tőlük, hogy hogy kell velük viselkedni, hogy, 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 viselkedjek velük. És azt mondták, hogy adjam önmagamat. Na hát utána nem kell 10 perc, volt a bemutató, meg akkor csináltam, sőt a rekordkísérletemen másodjára BMX Szepoló le is felvétel, akkor már világcsúcsó döntöttem. Na, az volt az egyik legjobb nap az évben. Ugye hociztam velük, meg autókat, innyogtam, egy, egy, ilyen kis autó, úgy vinnyogtam, mint egy öt éves velük, meg babáztam velük a kislányokat. Jó volt, nagyon jó hangulat. És ugye akkor érzi meg az ember, ugye, hogy mondjam, nagyon sok ember azt nézzük, hogy milyen az élet, és egyikét az élet igazságtalan, mindig igazságtalan az élet, mindenkivel. De az, hogy te, hogy az életed milyen, azon a saját ember tud változtatni minden ember a saját életén. Hogy ez az élet jó, ez az életforma, amiben vagyok, vagy változtatok. És az, az Isten megáldott minket szabad akarattal. És minden ember el tudja dönteni, hogy jó neki, jó, vagy változtat az életén. Tehát aki csak sírdogál és csak panaszkodik, az még nem, 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 jutott el szerinted odáig, hogy változtasson az életen? Nem. Az ilyen ember, aki sír, panaszkodik, az ilyen emberek feladják. Nem sírni kell panaszkodni, hanem cselekedni kell mindig. Cselekedni kell, motiválni, csinálni, imádkozni az Istenhez, tiszta szívből minden nap is motiválni. És én úgy gondolom, az Isten minden embernek segít. De ugye most ne úgy mondjuk, hogy én most mondom, na most az és nem. Az Isten minden embernek lássa, mi a szívébe, a lelkébe a legnagyobb kívánságom. És én úgy gondolom, az Isten úgy segít, hogy olyan emberekkel megismerkedünk, akik az életbe előre tudnak vinni Isten által. Én így gondolom, és ez, ez így is van, mert én nagyon sokat köszönhetek az Istennek, mert nagyon sok Emberrel megismerkedtem, és nagyon sok barátom, aki mellettem áll az évek alatt. És mi a te titkos kívánságod, amit lát a jóisten? Hát az én titkos kívánságom, ez egy nagyon, nagyon nehéz feladat lenne. Az én kívánságom az lenne, hogy a, a kalifát fát megmásszam labdával a fejemen, és ezzel ugye Magyarországhoz világszínvonalasra tudnám képviselni, és ezáltal nem csak, hogy az álmomban megvalósítsam, ezáltal nagyon sok embernek, a hátrányos helyzetű embereknek, olyan a sósú embereknek, mint én, meg embereknek erőt, kitartást és példát tudjak mutatni. Igenis, van kiút a nincs telenségből, van kiút a, a sötétségből, van kiút igen, van egy ember, aki ilyen, ilyen helyzetbe él, és ilyen dolgokat el. És ezáltal ugye a mai fiataloknak példát tudnák mutatni ebben, hogy igen, nem muszáj füveszni, ne rogozunk, ne bűnözünk, hanem járjuk az iskolába, meg, meg az iskolában, meg a sportok ki lehet törni. És senki sem mondja, hogy ezt nem, mert igen, és ki lehet törni, csak ez, nagyon, -nagyon akarat kell. Csak nagyon sok ember úgy van, hogy feladják. Ó, oh, hagyjad már, nekem úgy sikerül, nekem se feladják. Az ilyen emberekből soha nem lesz semmi. De én azt üzenem mindenkinek, hogy minden embernek van álma. És ugye majd, amikor eljön a végítélet, amikor meghalunk, már akkor derül ki, hogy már a zámok örökké késíteni fognak minket. Örökké a zámok késítenek minket hogy miért nem csináltad meg ezt, miért nem ment azon a nőhöz, miért nem valósítottad meg azt a vállalkozást, miért, miért. És ez lesz a legnagyobb bűn, hogy amikor a zámok örökké fogják az embert. Egy mondatos történet, ahonnan én jövök, ott azt mondják, hogy amikor meghalsz, akkor egy dolog számít, hogy a rádbízott képességekkel jól vagy rosszul gazdálkodtál le. Ez kicsit hasonlít arra, amit te mondasz. De azt szeretném kérdezni, hogy akkor miért nem ad a jó Isten akaraterőt ezeknek az embereknek? Honnan van az akaraterő? Hát az a, a akarat nem a Jóisten adja, hanem a, az ember, saját hudása az ember, a Jóisten az embert megáldotta gondolkodással, minden ember tud gondolkozni és az embernek annyi esze van, hogy el tudja dönteni, hogy akarom vagy nem, akaraterő. -e mindenki, minden még, mindenkibe benne van az akaraterő. -e minden emberi lényben a világon. Csak hogy most te akarsz változtatni, vagy hogy nem akarsz, azt már eraltat. Minden embere, saját maga az ember át tudja dönteni, hogy akar változtatni, vagy nem. És ez Istennek semmi beleszólása nincs akkor ez rajtunk múlik. Így van, az emberem múlik, hogy akarsz, vagy feladod. És nagyon sok ember feladja. Mert nekik jó az a, az a, közeg, az a társaság, amiben vannak. De a te példádból kiindulva mindenen lehet változtatni. Mindenen lehet, csak ugye akarni kell, hmm. és imádkozni kell a Jóistenhez. Szóba hozta többször, és egyébként is érdekel, hogy cigányként Magyarországon ma Nehezebb az ember helyzete? <hállt> ez, ez egy nagyon jó kérdés. Ön, Bárhogyan étsük, igen, sokkal nehezebb. Én a mai napig is kapom a negatív hatásokat, nagyon sokkal, főleg a Facebookon is kapom. A, Leszólnak téged, vagy, vagy beszólhatnak olyan, olyan én, emberek, akik semmit sem tettek le az asztalra? Igen, a mai, sőt, a mai világban még mindig van ilyen. És mindig van olyan, hogy, hogy cigány vagy kisebbség, vagy roma vagy neked itt nincs helyed, meg barna bőrös színe, és ezért neked nincs itt helyed a magyarok közé. Ez nagyon sokszor megkapom, érzem, tapasztalom a mai napig is, de mindenkivel. De, de tiszteltök kivétel. De ez be befolyásolja téged bármiben? Ez engem már nem tud befolyásolni ezzel, nem. Nagy, mindig megkapom, de magasból. Én cigány vagyok, büszke vagyok magamra, becsületes vagyok, sportoló vagyok. Az egyetlen érte. cigán számozású Magyarországon. Nekem nem kell szoláriumban járni, hogy barnuljak le, hanem a nap előtt barnulok mindig szépen. Van ö, olyan munka, amit ö, szívesen csinálnál? Sok pénzért? Sok pénzért? Hát, nem így csak, hát inkább ne a pénzt nézzük. Én, hogy mondjam, jó a pénz, jó a pénz, ha van, csak annyi pénz legyek, amennyi elég a mindennapokra. Én úgy gondolom. Nem vagy nagyra vágyó. Nem az évilágom év nem. Nekem az volna a legnagyobb célom, az álmom, hogy majd gyerekekkel tudjak foglalkozni. Oktassam őket a futballra és a zsongolőrösködésre, és a kettőt egybe tudjam velük kapcsolni és hogy a jövő generációját én tudnám, de nagyon is fejleszteni. ez kell lennének ponzorok, menedzser, hogy ezt ez, el tudnám én ezeket a dolgokat. Apropó, már említettük a beszélgetésben, de ez még mindig aktuális, hogy ha valaki fantáziát lát László Gyulában, már pedig van benne, akkor nyitott a támogatásra akár menedzseri, akár szponzorációs szinten. Mi kell hoz egész pontosan, hogy te el tudj menni az arab emírségekbe, és ezt a hatalmas, fantasztikusan magas épületet be tud venni egy futballabdával a fejedben? Ez mi kell lenni? Kellene nekem egy jó sportmenedzser, illetve kell lenni olyan emberek, akik a állnának, és, és egy hévé kellene, aki egy ma magyar tévé, aki az egészet közvetíteni felvinni az utazás, meg mindent és hogy meg hát az engedéket elintézni. Van még olyan álmod ezen a, a sport teljesítményen kívül, amit, ami, ami rajta van az úgynevezett bakancs amit mindenképpen meg akarsz még tapasztalni? Van olyan hely a világban, ahova mindenképpen el akarsz menni? Hát akár, én... akár focilabda nélkül? Mm, nem. inkább nekem az az álmom, ez, hogyha ezt megvalósítottam meg, hogy gyerekekkel foglalkozzak, ezen kívül el tudja költözni a Szigántelepről egy normális helyre, mert bajom van az emberekkel, bajom van a környezetemmel. Egy olyan helyen, ahol megbecsülnek, legyik a tisztességes becsület, és munkahelyem van, dolgozni, illetve legyik egy barátom, és mond később családot tudjak alapítani, és majd a gyerekeimnek is át tudja manni az én tehetségemet. Na én én többére nem vágyok az életbe. Azért most is van valaki az életedben, akivel együtt tartszol. Igen, most van egy gyönyörű szép kutyám, ő nekem a mindenem, ő az észszerelmem. Ez aranyos egyébként. Mesélted, hogy, hogy elrabolták tőled. Mesélsz erről? Igen, hát ezt tudni kell, hogy ugye engem nagyon sokszor látnak, hogy én sétáltatom az én kutyámat. Én ugye ő veszem, veszek neki, kabátot is kapott, hogy esik az eső, akkor legyek, amit tegyek rá. Na, nagyon sok embernek fáj, hogy az égkutyám olyan szép, na az égkutyám nincs láncra kötve, nincs kikötve, nem éhezik. Én minden héten fűdetem, tápoletetem, házi kosztoletetem, babusgatom, szeretem. És ugye egy nap elmentem, be derbetszem a fotózni és hetőte ő hilestek engem, hogy így mondanám. Meg másnap feltettem egy fotót, hogy alszik a kutya az ágyon, már másnap Hilástek, és amikor bemetem Debrecenbe, betöltek hozzám, a bejárati atot leszakították, semmi más nem vittek el, pedig voltak kutyánál sokkal értékesebb cucc. Még a polcomodat 15 ezer forint, még azt sem vették el, csak a kutyát vitték ki a szobába, más semmit. És erről volt videófelvétel, több mint két millió ember nézte meg a videófelvételt egy hét alatt. Ne. rengeteg komment volt. Elsőben a hadolta azért rendőrség, nem foglalkozott vele, mert mivel azt mondták nekem, a kutya az 50 ezer forintot nem haladja meg azt az értéket. Nem tehet fejlentést. Igen, nem. Mondtam én, de mondom, van felvétel, meg engem most fel is hívtak a szomszédok, hogy volt videó, mert van nekik kamera, és minden felvett, hogy jöttek be, mi, hogy, hogy vitték el a kutyát. És én azt a videófelvételt videóztam a telefonra, engedélyeztük, és én feltettem a Facebookomra. Na, no négy kezdődött az egész dolog. És ugye van egy nagyon kedves lány ismerősöm a hatházon, akivel megismerkedtem. Együtt mentünk be át a cigányoknál, mert nagyon sokan írtak, meg felhívtak, hogy látják, útját be, bevitték. Na, ő ott vált a kocsiba, engemet behívtak. Na, mondták, hogy itt nincs a kutya. Na, kijött a gyereknek az apja, ne, hogy cigán csávot képzelj el, egy ilyen 20-30 centis kése, ott hadonázik nekem, hogy belém vágja a kész, meg felszurkál minket, meg meggyíkol minket, nincs ott a kutya, takarodjunk ki a k***nyánkba. És ugye, Utána meg az én kedves barátom beszélt a rendőrséggel, és oda mentek a rendőrök, és mégis ott volt a kutya a házba. A volt, a, a szája száj Ott volt a sifonban bent abba a házba. És az is kiderült, ezer forinti adták el a kutyát, hogy vegyenek itt a füvet. De nem csak amiatt is, amiatt, hogy hibáltak velem. Mert nagyon sokat tudják, hogy nekem a negró az életem étem, ő a szívem dobanás, ő az egyetlen élőlény az életemben, aki még az életemet is oda nem. Pedig nem ember egy kutya, de nagyon sok ember úgy van vele, hogy én. Hm. Egyébként milyen lány lenne melléd való? Hú, ez egy jó ki! Hát, én úgy gondolom, hogy már az Isten alakítsa ezt a dolgot, majd az Istenre bízom. Majd nem nem fogsz Istenre. válogatni, hanem. Hát azért válogassuk, azért ne, nem öt rogos. kell, mert legyik egy ötös, legyik egy hármos, de ápolja magát, főzik, takarítsik, meg, meg így elfogadjon, ahogy vagyok, kutyámmal együtt. Nekem át az igényem. Ha eljátszott az a gondolattal, hogy mi lesz veled 5 vagy 10 év múlva, akkor mit látsz? Öt, ö, öt tíz év múlva. Hát én, én, én úgy gondolom, hogy ha megcsinálom ezt a dubai történetet, on már egy új életem, ez egy sokkal jobb életem lenne. És ezáltal sok embernek motivációnak is. Én úgy képzelem el, család fociënzőként dolgozzak, mert nagyon sok vonzó legyük. És ezáltal, ugye sok embernek úgy motivációkat tartani, elbeszélgetni a fiatalokkal, hogy igenis van kiút, és én szoktam járni iskolákba bemutatózni, és ott elbeszélgetek a gyerekekkel, de már ha egy gyereknek megváltoztatom az életét, akkor már az egész megéri, én úgy gondolom. Említetted, hogy hogy szeretted, szeretnél gyerekekkel foglalkozni? Hogy néz ki az, amikor te elmész egy ilyen bemutatóra? Hogy mutatnak? Bemutatnak, meghívnak, hát, ez egy sztár vagy? Hát ön nem, nem mondjuk ezt, mert én is olyan ember vagyok, mint a többi. Nem érzem magamat, hogy én világsztár vagyok, nem vagyok ilyen Ronaldo, meg Messi, Nem. Én ugye engem nagyon sok fele hívtak és hívnak bemutatózni. És én ugye én, amikor végzek a 5-10 perces bemutatóval, én még külön foglalkozok hogy a gyerekekkel. Egy pár rökött pillanatok alatt meg tudok nekik tanítani, amit otthon tudnak kombinálni és gyakorolni. Nagyon sok gyerekkel tartom a Facebookon a kapcsolatot, küldenek nekem fotókat, videókat, hogy már hátán meg tudja, a világkörn meg tudják. Hát, ríjak, ez, már, ez már folyamatban van, ez már alakult, de a gyerekekkel foglalkozol és oktatod őket. Csak hogy én is hosszú távra hát szeretném, mert én az életemet evel szeretném leélni, hogy edzőként, hogy a gyerekeket tudjam, mert én nagyon imádom a gyerekeket. Hát figyelj, ennél jobb támogatandó eszmét, meg, meg filozófiát, meg embert, én nem is tudom, hogy találnánk-e. László Gyula, nagyon szerettem veled beszélgetni, köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket a dolgokat, és szeretném, hogyha elfogadnál tőlünk egy kis ajándékot, egy masszás pisztolyt és különböző krémeket, amik reméljük, hogy majd az egyébként igen nagyon leterhelt izmaid terhelyén segíteni fog. Ez nagyon át. szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Most pedig, hogy átbeszéltük a kemény részeket, most egy picit könnyíthetünk a dolgon, Jó. összekészítettünk különböző kis kérdéseket, van egy úgynevezett kis titokkérdés játékunk, ebből majd kérlek, hogy húz ötöt és ne gondolkozz csak egyből válaszoljon. Mitől vagy kitől szoktad jobban érezni magad a bőrödben? Én a gyerekek miatt. Már amikor küldenek nekem videót, hogy meg tudják a világkört, meg Gyula így fejlődök, így csinálom a tükröket, ez, ez a legnagyobb motiváció most számomra. Kitűnő. Kérlek, húzz még egyet. Ha bármivel foglalkozhatnám, mi lenne az foci edzőként dolgozzak. Lakolás. közben mi volt a legnagyobb baleset vagy károsodás, amit csináltam, betölted az ablakot. <hállt> <hállt> Ugye világrekordokat tartasz, olyan rekordokat, amik, amik <hállt> alatt nyilván, nyilván, születhetnek különböző károk. Mi mindent romboltál le, miközben gyakorlatilag? Hát ugye azt kell, most a nyáron, vagyis hova a nyáron a, a bokám kiugrott, három hónapig nem annyira fociztam, most meg három hónap ezelőtt megint most meg a tédem ugrott ki, most meg valamég nap az ablakot berúgtam otthon véletlenül, és kiszakadt az ablak, az ablak betölt és arra rájöttem, nem szabad mindig házba bet focizni, inkább az udvaron, vagy menjünk egy mély garázsba, vagy egy focipályára. Köszönöm. Ki az, szerinted, aki a legbüszkébb rád? Érám. Fú, én tudom, hogy kik a debreceni barátaim. Ők a legbüszkébe kérem. Van mire. Ha visszamehetné az időbe, akkor lenne olyan, amit máski csinálná. Hát, hogyha visszatudnák menni hát az időbe, sok mindent. Változtatnák sok mindennel. Mondj egy párat. Hát azon változtatnánk, hát, hogyha jobb, nevelő szülők lettek volna én nekem, akkor lehet, hogy sokkal jobban tudtam volna magamat képezni. Meg hogy másképpen, mert nekem az életem nagyon szar életem volt, most már jobb, de még nem a legjobb, de ahhoz képest már jobb az életem. Hát, ha akkor jobb életem lett volna. Na, akkor nagyon sok szutyok szar, mocskos életem volt. Volt, amikor a még garázsban aludtam, az utcán aludtam, a haléktalan szállon is aludtam már. Mert a házam Ott úgy aludtam, hogy a hó érám esett. Nagyon sok mindennen, ha tudtam volna változtatni. Ha lett volna olyan ember, aki fogta volna át a kezemet, és, és felkarolt volna, vagy valaki mellettem állt volna, valaki patronált volna, akkor sokkal többre tudtam volna vinni az életembe. Szerencsés helyzet a szerencsétességben, hogy az életed gyakorlatilag elején jársz, még a közepét sem érted el. Így nincs más kívánni kívánlivalom neked, mint hogy sok szponzort kívánok, és olyan lehetőségeket, amit ki is fogsz tudni használni, mert minden képességed és adottságod megvan rá. László Gyula, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem. Köszönöm a meghívást. Ez volt a talpra álmunk. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha ismertek olyan embert, aki átélt a mi hőseinkhez hasonló tragédiát, és talpra tudott állni belőle, és még beszélne is róla, hogy példát mutasson, kérlek írjátok meg nekünk a kommentben, vagy e-mailen a történetet, és mi bemutatjuk országvilág előtt, hogy ezzel is segítséget gyújtsunk mindenkinek, aki úgy érzi, kicsúszott a lába alól a talaj. Segítsünk együtt talpra, talpra állni mindenkinek. Köszönjük. jöjjön egy kis műhelytitok a tapra állunk házatájáról. Amit nem láttok, hogy van nekünk egy szokásunk és egy úgymond, úgymond bajnokok pólója nevű intézményünk, amit minden vendégünkkel aláíratunk, lesz még jelentősége, de hogy mi az, azt még nem mondhatjuk el.